hirtelen erős fénytáma, és én már csak arra emlékszem, hogy az erdő ágai közt áthaladó fénnyel átcsiklandúzza arcom. Az erdei tisztáson ébredtem, és az énekesnő és az énekes az álomhomályába tűntek. A nap már magasan járt, gyorsan felszedelőzködtem. Míg én az erdei tisztáson álmodoztam, a vadászat az erdő másik felében zajlott hangosan. A vadászatról ugyan már lemaradtam, de a vacsorán és a bálon részt akartam venni, így most vágtattam haza a kastélyba. Egyszerre érkeztünk vissza a Sámbóri kastélyhoz, a király, a kísérete és én. Sok vadat ejtettek a vacsorához, megfolyt minden, amire csak szükség lehetett, így elég vadnyúl is akadt. A vacsora hát nyúlpástéton volt, fűszeres fálcán ragú, pitével és mézes öntetekkel, erdei lekvárokkal. Hozzá vörösborok, savignoni rozé és édes likőrök. Az ebédlő pedig megtelt a jól megszokott társasággal. A fényűző vacsorán természetesen részt vett mindenki, aki erre méltónak találtatott. A király, hercegek, hercegnék, grófok, grófnék, bárók, bárónék, márkinő, és természetesen így. Madame Blonde a kis szalomból szolgáltatott az esti hangulathoz megfelelő muzsikát, de kapukját táncolt a csembalón.